Halló, halló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határon innen is túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával, nézzük is a 36. heti zárást. Hát ezt már vagy két órával ezelőtt csináltam, annyit azért csak nem változott azóta az ár. Azt mondja, hogy csak már nem akartam kapni a kérdezfelek előtt, hogy kiadjam, tehát 36. heti zárás, 19.800-on volt a Bitcoin múlt hét szombaton, most pedig 21.200-on van, a Bitcoin ez 7%-at erősödött, most 10.600 dollár van benne. Az altok 10%-at erősödtek, 12.200 dollár van bennük. Azt mondja, hogy az altok január 8-ai 1 bitcoinhoz képest az altcoin portfólió most 0,572-n van. A kadéna 2%-at erősödött csak, ugyanúgy 3900-an volt múlt héten, és csak a 3900-an most, vagy 3970-en, 80-an, valami ilyesmi. Úgyhogy csak egy pici kétő még annyira nem lódult meg, ugyanúgy van, ahogy múlt héten, a január 8-hoz képest mínusz 82%-ban, 16 dolláros referencia vásárláshoz képest, hogy mindig 88%-os akcióban van. És akkor, amik erősödtek, a Flux, az, ahogy mondtam is már hét közben, az olyat erősödött, hogy már még az Ethereumot is leverte, feljött, itt 11% van a Fluxban most már. Nem ott volt már az a kadéna, itt a Fluxban 11, de mindjárt nézzük azokat is. Úgyhogy a Flux erősödött egyedül, jó nagyot, az kicsit egy nagyobb betűmérettel is emeltem ki, amennyi idefért. És akkor amik gyengültek. A Matic az visszagyengült 9%-osra, 8%-osra, de múlt héten erősödött 8-ról 9-re, úgyhogy végül is ott van, mint két héttel ezelőtt. Akkor ami viszont, a metaverzum szektor az elkezdett egy kicsit stagnálni, vagy gyengülgetni. Mert hogy mind a Sandbox, mind a Mana, mind az ApeCoin visszagyengültek 3%-osról 2%-osra a portfólióba, illetve a Chiliz is, rajongói tokenekkel, de meg a múlt héten erősödött 2%-ra 3%-osra, úgyhogy ugyanott van végül is 2%-on, ahol két héttel ezelőtt. Az Engine gyengült, még hát az is metaverzum szektor, azon is látszik 2%-osra, 1%-osra, illetve az Illuvium, az is metaverzum szektor, az meg konkrét játék, is már 1%-osra, most már 0,5%-osra gyengült sajna. És akkor nézzük, azt mondja, hogy feldobok egy bitcoint, meg menjünk át napiba. Azt mondja, hogy bitcoin, és nézzük ki, hogy áll. Tehát akkor igen, teljes kriptóval levő pénzeimből 40% bitcoinban van, 15% kadénában, 45% meg az altcoin portfólióban, az a G50-ben. Jó, bitcoin így néz ki, kadéna így, még mindig mínuszban van itt bitcoinhez képest. Hát majd csak azt fogom mondani, hogyha valaki nagyobb, erősebb a bitcoinnál, többit azt majd csak pörgetem. Szerintem akkor kezdjük is, Fluxban 11% van, hát ő bőven erősebb már, 30%-kal erősebb éveleje óta, mint a bitcoin. Az Ethereum 10%-kal erősebb, Ethereumban 10% van a portfólióban, és a múltkor kérdeztétek, tehát akkor most mondom is, hogy portfóliót úgy számolom, hogy most 12.200 dollár van az altcoin portfólióban, akkor 122 dollár, azaz 1%. Jó, és akkor Matikba igen, 900, ja nem 8, visszagyengült 8-asra, ezt nem írtam itt át, a másikba írtam, csak jó, Matikba 8% van, ugyanúgy AKB, mint a Bitcoin éveleje óta. NIR protokollban 6% van, megtartotta, jön a NIR-con holnaptól, úgyhogy az megtolhatja az árát, még egy tízessel gyengébb, mint a Bitcoin évelejéhez viszonyítva. Akkor 5% van a Solanában, az Avalanche-ban, illetve az Atomban. A Solana még gyengébb egy 20-assal a Bitcoinnál, Avalanche is egy 25-tel gyengébb, az Atom ugyanott van már, mint a Bitcoin, az elkezdett erősödni az utóbbi napokban egész jól, meg hetekben. Akkor 3% maradt a körbe, de ez is úgy, hogy 2,50 akár mennyi. Tehát már majdnem az is leesett 2%-os, még épp hogy tartja itt, hogy legyen egy 3%-os rész is épp hogy tartja a körv. És akkor 2% már sokan lekerültek ide, ugyebár ApeCoin van a Sandbox. Jó, azt mondja, hogy meg a Chiliz, igen, és akkor 2% van a Binance Coinban, ő is erősebb, 20%-kal erősebb a Bitcoin-tól éveleihez képest. Az ADA-ban van még 2%, és az per kb. Ugyanott tart, vagy 5-10%-kal gyengébb még. Polkadotban van még, ő is gyengébb 2%, FTX tokenben 2%, ApeCoinban 2%, hát ő más, mert máshonnan mérjük, nem volt még évelején. Manában 2%, Sandboxban 2%, Tezosban 2%, ő ugyanott van, mint a Bitcoin, Axiban 2%, ő is gyengébb, Chiliző erősebb, ugye már rajongói tokenek úgy beindultak kb. Egy hónappal ezelőtt, hogy nagyon, egy-két hónapja, hát egy hónapja. Úgyhogy a Chiliz az nagyon erősödött, jó, Chiliz már 45, meg 55 majdnem, hát igen, vagy 55% pluszban van évelejéhez képest a Bitcoinhoz viszonyítva. Az Árvévben van még 2%, a Galában, illetve a Lációban. Hát Láció meg rajongói tokenek nőnek, ők is ugye vár, mint a gomba az utóbbi hónapban. Jó, és akkor 1% van a Uniswapban, kb. A Bitcointól kicsit erősebb, most már egy 5%-kal.
Vicsénben van még 1%, ő egy tízesre gyengébb a bitcoinnál, az AV-ben van még 1%, ő is egy 5%-kal erősebb a bitcoinnál, az Engine szintén 1%-os, hát ő bőven gyengébb, 20%-kal gyengébb, a Nexo-ban van még 1%, na ő is csak májusban jött ki, akkor ez egy jó viszonyítási alap, de Kali bitcoin szintet követik, Loopringben van még 1%, ő egy 15%-kal gyengébb a bitcoinnál, Trust Wallet token olyan szépen erősen tartja magát hosszú távon, hogy csak na, jó, hát ő majdnem 150%-kal, 140%-kal erősebb a Trust Wallet token, mint a bitcoin évelejéhez mérten. Optimizm van még 1%-os, ő is csak itt júniusban indult, úgyhogy kicsit más, hogy mihez viszonyítunk, de ő is egész jól tartja magát. Render tokenben van még 1%, hát ő elég gyengusz, nem baj, csak 1% van benne, kis kedvenc, csak azért tettem vissza, azt mondja, hogy Certikben van még 1%, ő 20%-kal erősebb már a bitcoinnál, már ő is a 200 napos mozgó átlaga fölött van, illetve a Santosban és a Portóban, hát ők meg rajongói tokenek, ők nagyon beindultak az elmúlt egy hónapban, bennük van még 1%. Na igen, csak a 0,5% a keltetőben mi van a végén? Dogecoin, Shiba, Chainlink, Algorand, Runa, Helium, Stacks, na Helium csak ez, ma is nőtt egy 25%-a, csak magához tér már végre a Helium. A Stacks van még itt, a Káva, ő tartja magát Bitcoinhoz képest, a Convex van még itt, Kiber Network, ő is egész jól tartja magát, IOTEX, Audio, Storage, ő is Bitcoin szinten tartja magát, kb. Serum van még itt, Dex a Solanán, Power Ledger, Fetch AI, illetve Illuvium, most nagyon legyengül, de csinálják a játékot, hát meglátjuk, hát 0,5% van már csak benne, hogy maradjon. És akkor külön kukoinon vannak még a Tonecoinba kb. És ott per kb. 1%, meg a Velasba 0,5%, vagy ilyesmi. Jó, utána jönnek Ethereum Layer 2, ugyebár itt mindig érdeklődik sorrendben, ami a tetején van ezeknek a szektoroknak, azokat venni elején, ami az alján, azt meg legutoljára ha vennék még ezekből. Tehát Ethereum Layer 2, Cardano ökoszisztéma, Polkadot ökoszisztéma, várjunk már meg közben azért legyen legalább egy Bitcoin a háttérben egy... Tonecoint vagy T1Coint nézzünk, jó, Bitcoin, meg akkor ezt most már innen kipattintom a Bitcoinhoz viszonyítást, és akkor igen, Ethereum Layer 2, Cardano ökoszisztéma, ugyebár az Ergo, na most az Ergo az most csökken, érdekes, mégsem ennek annyira bányászok, Franci tudja. Jó, utána Polkadot ökoszisztéma, centralizált tőzsdék, decentralizált tőzsdék, sportszektor, rajongóitaknak foci meg forma 1, metaverzumok vannak utána, aztán következnek az NFT-k, játékok, média szektor, IoT szektor, digitális adattárolási szektor, vegyes bevásárló lista, ha, itt is van az RLC, itt is nekem is az elején, ha, meglátjuk, hogy RLC-t azt érdemes nézegetni, egy jó átlagos, vannak jobbak is nála, azért nekem is csak itt a bevásárló listában nem vettem belőle, vagy hát egyszer vettem, de aztán eladtam. De érdekes lehet azért az RLC, ott azért van mögött egész szép kis ökoszisztéma. Jó, itt vannak jó pára, még egyet tekerek, itt a vége, és akkor jönnek a nem ajánlott gyengék, ezekkel nagyon óvatosan Ethereum Classic is nő, mert most mennek át a bányászok, de minek, mert azért nincs annyi sok applikáció még rajta. És akkor nem ajánlott algoritmikus stabil kriptósok, ezekkel nagyon óvatosan, illetve szerintem rizikósak, nem ajánlottak ezek, hát a Lido is algoritmikus stabil kriptós, ha úgy veszik a becsomagolt Ethereum másolatával. És a végén nem ajánlott csődbe mentek, hiába, itt meg csak szerencsejátékozni lehet a lunákkal, mert jó, nyomják itt a 20%-at, meg ilyeneket jobbra-balra össze-vissza, meg csődbe ment cégek, Voyager, Celsius, Encore, de ezekkel nagyon komoly pénzeket hosszú távra ne akarjon az ember befektetni ilyen csődbe ment cégekbe, mert azok nagyon rizikósak. Jó, na akkor vissza az elejére, Bitcoin 21.000, jó, meg a plafon és onnan tekerek vissza, Bitcoin 21.200 dolláron, úgyhogy legyen ennyi a igen, heti zárásból, és akkor jövök még ma majd a hírekkel, illetve a piaci áttekintéssel. Addig is, sziasztok!